Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm mindazokat, akik megjelentek Dávid Házi Péter rendes tagi székfoglaló előadásán. Mielőtt azt az előadást, amelynek meghívóját megkaptuk és címét ismerjük, meghallgatnánk, felkérem Ritók Zsigmondot, akadémiák rendes tagját arra, hogy tartsa meg laudációját. Elnök úr, osztályelnök úr, tisztelt ünnepelt rendes tagunk, tisztelt osztály, kedves vendégek! Goethe Faustjában Faustnak és Famulusának, Wagnernek séta közben egy kutya, egészen pontosan egy uszkár kutya akad az útjába. Faustnak azonnal feltűnik az állat, Wagner azonban semmi különöset nem lát rajta. Faust látja, hogy a kutyát tüzes örvény követi. Wagner erősködik, mondhatnám, köti az ebet a karóhoz, hogy nincsen semmi látnivaló azon, közönséges kutya. Az uszkárból, tudjuk azután, Mephisto lesz a szellem. Miért mondom ezt? Mert Dávid Házi Péter munkásságára ez a fauszti látása jellemző. Ahol Wagnerek nem látnak egyebet, mint közönséges szavakat, hétköznapi közlést, ott ő meglátja azokban a szellemet. Felismeri a szellem megnyilatkozását. Dávid Házi korábban is egy-egy témát széles összefüggésekben vizsgált, a magyarországi Shakespeare kultuszt általában az irodalmi kultuszt, Toldit általában a tudományág, közelebbről a nemzeti tudomány kifejlődése, aranykritikai munkásságát általában a modern irodalom kritika összefüggésében, de ez utóbbi években inkább az jellemzi, hogy valami jelentéktelennek látszó közlésből indul ki, hogy azután megmutassa, felismertesse annak elméleti, történeti, poétikai vagy más jelentőségét, a szellemet. Egy fontos tanulmányának már a címe is erre figyelmeztet. Egy jelző, mint feladatértelmezés. Ez az Angol Irodalom Magyar Története című vállalkozásból indul ki, az anglisztika nemzeti és egyetemes feladatkörét vizsgálja, de tudjuk, a magyar célú és egyetemes tudományosság kérdése nem csak az anglisztika vonatkozásában volt kérdés egy időben, s a kettő elválaszthatatlanságát sosem árt hangsúlyozni, nem csak az anglisztika vagy az ókortudomány esetében, hanem a magyar és minden más irodalom és nyelv tudománya esetében sem. Amint azt magának Dávid Házinak számos dolgozata fényesen szemlélteti. Például az a dolgozat, melynek címe megint csak valami apróságot ígér. Egy utalásnyi kulturális emlékezet, hogy azután a Wasteland egy helyének kapcsán a száraz csontok megelevenedésé ezékieli látomásának megelevenedését vizsgálja, sajátlagosan a mű két magyar fordításában és általában, de még általánosabban a forráskutatás, hatáskutatás, illetve a műfordítás elvi problémáit. Hogyan hat a kulturális emlékezet elevensége vagy halványsága a fordítóban, illetőleg a fordítást befogadóban, a korok változásával és a befogadó egyéni fogékonyságával összefüggésben. Innen nézve már azután a Holló fordításában nem pusztán az lesz az érdekes, hogy Kosztolányinak van-e igaza vagy kritikusainak a gileádi balzsam kérdésében, hanem az, hogy a Kosztolányi fordítás milyen következetességgel hagy el szinte minden bibliai és minden görög mitológiai elemet a megváltozott kulturális emlékezet jegyében. De nem csak nagy művekben tudja megmutatni a hagyomány hagyományozódásának, rétegződésének, a kulturális emlékezet elevenebb vagy haloványabb voltával összefüggésben változó voltát, hanem olyan nálunk irodalmon kívülinek számító szövegeken is, mint a sírfelirat. Legyen a Swifté, amely tanulmányban azonban az ember nem tudja, hogy a sírfelirat kapcsán beszéle Tinemannról és irodalom elméletéről,
vagy a Tinemont-féle irodalomelmélet segíti a Swiss sírfelirat és általában a sírfelirat mélyebb megértéséhez és megértetéséhez, vagy Arany epitáfiuma és Sejtelem című verse, illetőleg az arany hatása, abból kiinduló hatása Ijjésig és Orbán Ottóig. És nem csak egész alkotásokban, hanem szavakig menően érvényesül ez a szellemidézés, mint a harmadnapon szó esetében, mely minden Biblia olvasónak, de akár Pilinszky ismerőnek is a feltámadást juttatja eszébe, és például a Keveházában nem hivalkodóan, de érezhetően a hún sereg vereség utáni győztes harcát, a feltámadást vezeti be. Szavakig menően, mikor az Ószövetség egy szavának magyar megfelelőit vizsgálja, ahol a fordítónak 2000-2500 esztendő társadalmi különbségét kellett áthidalni, és ahol két 16. századi és egy 19. századi fordító, bár mindhárom más-más szót használ, mint Dávidházy gondos társadalomtörténeti és nyelvtörténeti elemzése kimutatja, mindegyik visszaadja az eredeti valamely lényeges elemét, és, mint megint csak Dávidházy korlátot nem ismerő tájékozottsága elmondja, kettő esetében a használt szó, még az illető szó a fordító egyéni sorsával is összefügg. Nem csak a szöveg, nem csak a szavak, amit a költő kimond, hanem az is, amit nem mond ki. Az is befolyásolt a kulturális emlékezettől, és kihat egy alkotás egészének poétikájára. Hogy miképpen, azt mutatja meg Dávidházy megint csak minden apróságra is tekintettel levő Jónás könyve elemzésében. Persze könnyű Babicsról kitűnő dolgozatot írni valakinek, aki háznál tart egy kitűnő Babics szakértőt. Tisztelt osztály! Sok fontos dologról nem szóltam. Így arról a kis költeményről sem, amelyről nem könnyen dönthető el, hogy ki csinálta meg epoiésze a görög szó értelmében. Egy középfelnémet költő, Tinemann vagy Dávidházy. De nem folytatom. A Jónás könyvét Dávidházy memória gyakorlás céljából könyv nélkül megtanulta, és ebben Arany Jánost követte, aki, mint ismeretes, öregkorában nem vette elő Horáciuszát, hanem hogy elméjét, emlékeztetét tornáztassa, emlékezetből rekonstruált egy-egy költeményt. Dávidházy most az aranykritikai kiadáson kíván dolgozni. Kívánjuk, hogy ezt is olyan gonddal, olyan széles tudással és a költészet iránti olyan finom érzékkel vigye végbe, mint minden munkáját, s tanítson minket, mint eddig, még sok éven át. Köszönöm szépen Jutók Zsigmond méltató szavait, és most következik az előadás, amelyre várunk. Dávidházy Péter rendes tagi székfoglalója. Tisztelt elnök úr, tisztelt osztályelnök úr, tisztelt akadémia, kedves kollégák és vendégek! Egy kicsit nehéz megszólalni ezután a laudáció után, de egy idő után talán úrrá leszek a zavaron. Az nem lehet, hogy annyi szív. Azért ezt a sort választottam előadásom címéül, mert az a versszak, amellyel ez kezdődik, talán minden más versszaknál jobban sűríti magában azt a problémát, amellyel foglalkozni szeretnék. Régóta érzem, hogy a szózat logikája valahonnan ismerős, de nagyon sokáig nem tudtam rájönni, hogy honnan. Most úgy érzem, hogy tudni vélem, és nagyon remélem, hogy az előadás végére, egy olyan 3/4 óra múlva lesznek legalábbis néhányan a teremben, akiket sikerül meggyőznöm. Hogy a
laudációhoz egyetlen egy ponton kapcsolódjam. Ebben a sorban, az nem lehet, hogy annyi szív, van egy csak ugyan jelentéktelennek látszó szó, és szerintem ez a szó a kulcsa annak, hogy megtaláljuk a szózat logikáját, ez pedig az annyi. Az nem lehet, hogy annyi szív, hiába onta vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Ugye kétszer nagyon hangsúlyos helyzetben fordul ez itt elő, a 8. verszakban, de előfordul, mint majd látni fogjuk már a 6. is. A kérdésem tehát az, hogy milyen logika szavatolja, vagy legalábbis milyen logika hivatott szavatolni a versben ennek a versszaknak az igazságát. Tehát nem azzal foglalkozom, hogy amit ez a négy sor mond, az a verstől függetlenül miért igaz, vagy egyesek szerint miért nem igaz. Én egy sokkal termékenyebb, kifejezetten irodalomtörténészi kérdést szeretnék feltenni. A versben mi hivatott szavatolni, vagy garantálni ennek az állításnak az igazságát? De előtte vessünk egy pillantást előadásom mottójára, amely József Attila egyik versszakának, egy háromversszakos versének utolsó versszakából kettő a mottóm, mégpedig a líra logika, de nem tudomány. Ami fölötte van, azt is éppenséggel össze lehetne kötni. Vörös Martival tudjuk, hogy a szabadságharc leverése után visszavonulván Baracskára éppenséggel megpróbálkozott dohánytermesztéssel. Én még azt is hozzátehetem, ugye, hogy a szivar szó a magyar nyelvben tőle származik, ő alakította át a szigáróból, de ez a két sor a szózat szempontjából nem lényeges. A líra logika, de nem tudomány, ellenben nagyon lényeges, mert valami olyasmit bocsátok előre általa, amit az előadás során nem fogok ismételgetni, de mindenkit kérek rá, hogy emlékezzen. Az ugyanis, hogy legalábbis ahogy én ezt a harmadik, negyedik sort értelmezem, nem egészen egyedül, ugye sokat írtak erről a két sorról, külön tanulmány is készült már róla, és nagyon sokat szokták idézni. Én úgy értelmezem, hogy a lírának, a költeménynek, a lírai költeménynek is van logikája, van egy bizonyos saját vagy sajátos logikája, ez azonban nem azonos, és nem is kell, hogy azonos legyen a tudományos logikával. Csak nagyon röviden két különbségre hívnám föl a figyelmet. Az egyik az, hogy a tudományos logikában az állításoknak igazaknak kell lenniük, vagy megállapítják róluk, hogy hamisak. Ugye, de ez egy nagyon fontos értékmérője a tudományos logikában egy kijelentésnek, hogy igaz vagy sem. A költészetben, ha egy következtetés, vagy bármiféle állítás bizonyos szempontból, mondjuk szigorúan, logikai szempontból nem igaz, ez még nem biztos, hogy a költeményt lerontja, sőt, előfordulnak olyan kontextusok, amelyekben egy bizonyos lélektani és egyéb okokból egy hibás, mondjuk így egy önámító, például egy önámító gondolatmenet nagyon is helyén való. Tehát az egyik különbség az az igazság
fontosságának vagy kritérium voltának az ügyében figyelhető meg. A másik az, hogy a tudományos logika kijelentő mondatokban állít. Állít valamit, vagy tagad, de a mondat típusai stilizáltak, egyszerűek. A költészetben, bár a lirának is van logikája, nagyon sokféle színes retorikai, szabálytalan módon is megnyilvánulhat, kérdő mondatok, felszólító mondatok, akár szónoki kérdések, tehát előre sugalt válaszú kérdések, és így tovább. Mivel nem csak a szózatról, hanem a Bibliáról is fogok beszélni, és onnan is veszek szövegeket, előre bocsátom, hogy a Biblia szövegének is megvan a költészete, ott is észrevehetünk logikai képleteket és logikai műveleteket, műveletsorokat, de ezeknek sem kell aszkétikusan állításokra vagy tagadásokra korlátozódni, majd látni fogjuk nagyon sokszor egészen ékes szóló, érdekes érvelésből lehet őket kihámozni. Ezért egy kis elnézést kérek előre is, hogyha logikáról fogok beszélni olyankor, amikor nem az iskolában vagy az egyetemen, ugye az én generációm még 2-3 fél évet tanult a bölcsészkaron is logikát, ugye azok a képletek, formális logikai képletek, amiket ott tanultunk, azok vissza fognak térni itt a bibliai szövegekben is valamilyen fokon, csak nem mindig könnyű rájuk ismerni. Tehát kivételesen fölolvasom a kérdésfeltevésemet, egyébként az előadásra ez nem nagyon lesz jellemző, hogy én saját szöveget olvasok föl. Tehát mit tudhatunk meg a szózatról, ha líra és logika viszonyára figyelünk benne? Mi újat hozhat felszínre, ha egy más szempontokból sokat elemzett költeménynek, ezúttal főként a logikai felépítésére összpontosítunk. Miből áll össze a szózat logikája? Közvetlenül honnan származott a reformkorban? Közvetve miféle ősi hagyományokra épít? Hogyan illeszkedik a hazafias líra nyelvezetébe? Megírása óta milyen értelmezéseket kínált? S mivel járul hozzá a közösségi szerephez, amelyet a kulcsfontosságú szöveg hajdan betöltött és átformáltan mindmáig őriz. Ahhoz, hogy ezt a kérdést elkezdjük vizsgálni, föl kell eleveníteni a szózatnak egy régi típusú értelmezését, amelytől körülbelül 100 éve már elszoktunk. Vissza kell menni a két világháború közti idő előttre, lehetőleg a 19. századba, és megnézni, hogy akkor hogy értelmezték ezt a verset, mert különben nagyon nehéz lenne megérteni mindazt, amiről szó lesz. Egyetlen egy bekezdésnyi szöveget olvassunk el Gyulai Páltól. 1866-ból, ugye a szózatot Vörösmarty 35-ben kezdte írni, 36-ban írta tulajdonképpen, és 37-ben jelent meg, tehát itt 3 évtizeddel vagyunk később. Én is felolvasom, hát ha a hátsó sorokban nem mindenki látja, vagy itt oldalt biztos, hogy nem. A szózat, írja Gyulai Pál Vörösmarty életrajza című monográfiájában, a szózat mindenre hivatkozik, ami újjászületési küzdelmében csak lelkesítheti a magyart, s a remény és emlék, a hit és balsejtelem húrjain játszva mindenbe az önbizalom és nagyság érzetét vegyíti. Emlékezteti a nemzetet a múlt dicsőségére, előszámlálja epikai és tragikai nagy emlékeit,
a kereszténységnek és szabadságnak tett szolgálatokat, felhozza az őrködő isteni gondviselést, mely annyi viszontagságok közt sem engedte megtörni életerejét, említi a jelen küzdelmeit, az ész, erő, szent akarat harcát. És nem csak nemzetéhez fordul, hanem Európához is, melynek eszméjéért küzd nemzete, méltó helyet követel tőle a többi nemzetek között. A múlt szolgálatai, a jelen törekvései díjában kéri a jövendőt, részvétet küzdelmei iránt, könnyed sírjára, ha veszni kell, de nem fog gyáván veszni. A temetkezés fölött egy ország vérben áll. Ugye feltünedeznek a szózat bizonyos szavai, szószerkezetei, itt-ott egy-egy tagmondat, ugye a végén természetesen a temetkezés fölött egy ország vérben áll, ez idézett a szózatból, de talán egy kicsit már érződik, hogy máshogy értelmezi Gyulai ezt a verset, mint ahogy az irodalom történet az utóbbi 100 évben szokta. Ahhoz, hogy erre a különbségre rá tudjak világítani, hadd jelöljek ki egy kisebb részt ebből a szövegből. Most megnyomom a varázsgombot, és egy ilyen levendula színt kapott egy tagmondat, hogy tudnilik, azt mondja Gyulai, felhozza, tudnék a szózat, vagy Vörös Marti, felhozza az őrködő isteni gondviselést, mely annyi viszontagságok közt sem engedte megtörni életerejét. Ugye, ha visszapörgetjük, hogy minek is felel ez meg a szózatban, akkor a 6. versszak bukkan föl, és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Kétségkívül hasonlít erre Gyulai parafrázisa, főleg, hogyha megnézzük a pirossal jelöltem a teljesen azonos szavakat, ugye annyi és közt, ugye, és annyi balszerencse közt az egyik oldalon, mely annyi viszontagságok közt a másikon. Sárgával jelöltem azokat a szavakat, amelyek úgy körülbelül megfelelnek, bár nem egészen szó szerint. Ugye a balszerencse és a viszály, az körülbelül megfeleltethető a viszontagságoknak. A törve nem, ugye az a megtörni, az él és az élet erejét. Tehát egy parafrázistól tulajdonképpen hasonlóságként alig, ha követelnénk többet, de hát itt valami kimarad, ugye? Most egy más színnel jelölöm a különbséget. Gyulai azt mondja, felhozza az őrködő isteni gondviselést, és ez az őrködő isteni gondviselés nem engedte megtörni a nemzet életerejét. Ha azt nézzük, hogy mit mond Vörös Marti, kifejezetten mi jelenik meg a szövegben, akkor kicsit zavarban vagyunk, mert az őrködő isteni gondviselést Vörös Marti nem említi, azt sem, hogy az őrködő isteni gondviselést nem engedte megtörni, ő csak azt mondja, hogy és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után megfogyva bár, de törve nem él nemzet a hazán. Ráadásul ugye a felhozza szót, azt külön színnel jeleztem, ez a legérdekesebb a parafrázisban, mert Gyulainak úgy tűnt, hogy ez még csak nem is az ő értelmezése, hanem kifejezetten a szövegben van benne. Ez valahogy benne van, olyannyira benne van, hogy Vörös Marti írta oda. Ő hozza fel. Borzasztó érdekes, hogy ugye itt többféle úton lehetne tovább menni. Az én nagyon vérmes barátaim ezen a ponton ilyenkor ellentámadásba mennek át, hogy hát Gyulai nem emlékezett a szövegre, vagy rosszul emlékezett, vagy téved, vagy valahogy túlságosan szabadjára engedte a fantáziáját. Holott szerintem a termékeny irodalom történészi kérdés inkább az,
hogy miért is volt Gyulai számára annyira nyilvánvaló, ha tetszik, miért tűnt neki annyira nyilvánvalónak, hogy az őrködő isteni gondviselés igenis benne van ebben a verszakban, és az őrködő isteni gondviselés nem engedte megtörni a nemzet életerejét. Két választ lehetne erre adni, az egyik, mind a kettő bizonyos értelemben igaz lehet, én a második válaszsal tudok többet kezdeni, de az első, először is ki kell zárni egy harmadik választ, tehát az ki van zárva, hogy Gyulai nem emlékezett volna jól a versre, 1866-ban vagyunk, alig egy-két éve fejezte be Vörösmarty összes műveinek kritikai kiadását, amelyben ugye alaposan tanulmányozta, jegyzetelve az egész költői életművet, ez az egyik, tehát ha egyébként nem tudta volna netán fejből, ami ekkoriban már nagyon is szokásos volt, hogy a szózatot valaki fejből tudta, hozzáteszem, hogy Széchenyi már az 1830-as évek végén kifejezetten mondja, hogy meg kell ezt a verset fejből tanulni. Tehát azt én teljesen kizártnak tartom, hogy Gyulai rosszul emlékezett volna. Azt már elhiszem, hogy részben ez meggyőződés dolga volt nála és sokaknál a korban. Tehát egyszerűen úgy gondolták, hogy ha annyi balszerencse közt oly sok viszály után megfogyva bár de törve nem él nemzete hazán, ez nem történhetett másként, mint hogy az őrködő isteni gondviselés nem engedte megtörni a nemzet életerejét. Van azonban számomra egy fontosabb válasz is erre, és én ezt szeretném továbbvinni, elismerve, hogy ez az előző válasz is több mint valószínű, hogy igaz, de én úgy érzem, hogy van valami a szózatban, ami Gyulai számára, a szózat beszédmódjában, a szózat szerepmintájában és beszédmódjában, és hát kijövök a farbával, a szózat logikájában, amit elemezni fogunk, van valami, ami egy olyan, ami Gyulainak is egy olyan forrásból volt ismerős, hogy a gondviselésre való utalás az teljesen természetesnek tűnt számára. És ezen a ponton még egy idegen szöveget bevonok, mielőtt még tovább megyünk. Ezt Korompai Bertalan jóvoltából tehetem meg, aki 1958-ban a nagyon nehéz, kegyetlenül nehéz 50-es évek közepette egy ragyogó tanulmányt írt, az Irodalomtörténet című folyóiratban jelent meg, a szózat eszmevilágához címmel, és ebben ő a szózat szövegelőzményeit feltárva felmutatta Széchenyi Stádium című művéből, ugye, amely 1833-ban jelent meg, 31-ben íródott, 33-ban jelent meg. Vörösmarty, ugye az előbb beszéltünk róla, 35-ben kezdte írni a szózatot, és 36-ban írta, és nagyon jól ismerte a Stádiumot. Nagyon fontos volt számára Széchenyi. Korompai Bertalan kimutatta, hogy íme ez a mondat a szózat egyik előzménye, szöveg előzménye. Nem akarom soha hinni, hogy a hazánkat ébresztő közelebbi kettő szomorú lecke minden haszon nélkül süllyedt volna el az idők tengerébe, s hogy annyi kint epedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura az emberiségre, ez lehetetlen. Írja Széchenyi, és itt, mielőtt összehasonlítjuk a szózat megfelelő helyével, szeretnék rámutatni egy szóra, ami megint csak lehet, hogy jelentéktelennek
tűnik, de voltak épp a kulcs szó az egész szövegben, ez a küldött. A szöveg egész történelem szemlélete ebben a szóban van. Ugye a hazánkat ébresztő közelebbi kettő szomorú leckét, lecke, tehát nem akarom soha hinni, hogy a hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomorú lecke minden haszon nélkül süllyedt volna az idők tengerébe, és hogy annyi kintepedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura az emberiségre, ez lehetetlen. Tehát az lehetetlen, hogy annyi kintepedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura. Ami történt tehát, az egész bizonyosan az Isten műve, ő küldte a kettő szomorú leckét is, a kint és epedést. Széchenyi azt mondja, hogy az lehetetlen, hogy hiába küldte volna. Ennek a mondatnak az az előfeltevése, hogy ami történt, azt a népek legfőbb ura küldte. Hasonlítsuk össze a... Pontosabban először egy kicsit vizsgáljuk meg logikai szempontból ezt a mondatot. Előre bocsátom, hogy a nem akarom soha hinni, és az ez lehetetlen, ezek alternatív állítmányok. Ha tetszik, a nem akarom soha hinni, lehetne ezt persze cizellálni még hosszan, de ez a szubjektív átirata annak, hogy ez lehetetlen. Számunkra természetesen a szózat miatt az ez lehetetlen a fontosabb, és most nem sokat időzhetek a nem akarom soha hinninél, bár sokat megérdemelne. Nézzük meg ennek a mondatnak a logikáját. Nem akarom soha hinni, hogy a hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomorú lecke, ugye az előbb már felolvastam. Lehet ezt egyrészt, és itt egy héber terminust kell behoznunk, kal vahomer. Ez egy olyan érvelésfajta, tulajdonképpen egy változata annak, amit a fortiori érvelésnek szokás nevezni. Ugye az a fortiori érvelés az egy átfogó, erős állításból indul ki, és abból következtet arra, hogy amit átfogó módon valamiről állítottunk, az érvényes egy szűkebb esetre is. Ez volna az a fortiori érvelés. A kal vahomer, ami egyébként a terminus az idősebb Hilléltől, tehát a Krisztus előtti első század nagy zsidó tudósától, bölcsétől származik. Neki van 7 szabálya, amit aztán mások továbbfejlesztettek, 13 és még több szabályá. Ezek eredetileg hermeneutikai szabályok voltak, itt azonban ezt a kal vahomert sokkal érdemesebb logikai szabálynak vagy analógiának felfogni. Ugye maga a kifejezés azt jelenti, a kal, hogy könnyű, ugye a vá az az és a homer súlyos, könnyű és súlyos, mert egy könnyű, egyszerű esetről állítunk valamit, és aztán azt mondjuk, hogy ha az érvényes volt arra az egyszerű esetre, akkor érvényesnek kell lennie a súlyosabbra is. Egy picit színezve ezt már, ugye úgy látjuk általában viszont, hogyha az a bizonyos állítás arra a könnyű esetre érvényes volt, mennyivel inkább érvényes lesz majd a súlyosra? Most ennek a logikai helyességébe és igazolhatóságába nem mennék bele, ugye az elején beszéltünk arról, hogy nem olyan fontos ebből a szempontból, hogy mennyire igazolható tudományosan valami. De Széchenyi mondatát a kal vahomer érvelésként átírhatjuk úgy, hogy az Úr semmit,
semennyit nem küld hiába, hát még annyit, olyan sokat, amennyit most hazánkra küldött. Vagy, ha ezt átírjuk szillogizmusként, az Úr semmit, semennyi kint nem küld hiába, itt annyi sok kint küldött az Úr, az lehetetlen, hogy hiába küldte volna. Az lehetetlen, hogy hiába küldte volna. Széchenyi majdnem pontosan ezt mondja, ez lehetetlen, hogy annyi kint epedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura az emberiségre. Innen nézve ez a Széchenyi mondat, és ugye érezzük, hogy ez már rettenetesen hasonlít egy Vörösmarty szózat mondatra, de minden esetre ez a mondat, Széchenyi mondata, mint egy a következtetése egy olyan nagyobb logikai képletnek, amelyet már az időszámítás előtt ismertek, leírtak, és amely a Bibliában nagyon sokszor előfordul. Az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Nagyon sok ilyen jellegű mondatot találunk. Itt most egy nagyon szép kép kedvéért is hozom be, és ahogy Ritók tanár úr mondta, tekintve, hogy nálunk otthon van egy Babits kutató, én nagyon könnyű helyzetben vagyok a Jónás könyvével. Ugye itt Jónást láthatjuk, amint némileg megszeppenve, még ugye bánkódik, el van keseredve, duzzog, azt mondta az úrnak, hogy ő már meg akar halni, elege van az egészből. És akkor az úr, akinek itt a keze látható, azt mondja, bánkódsz emiatt a ricinus bokor miatt, jó lehet, nem is gondoztad és nem is nevelted, az egyik éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult, hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagyvárosnak, amelyben több mint 120 ezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat. Ismerősebb talán sokaknak ez a szöveg, vagy ismerősebb lenne, ha ricinus bokor helyett egyszerűen tök lenne, ahogy régebben ezt fordították. Ez egy nagyon nehezen azonosítható növény fajta, néhány fordítás egyszerűen a héber szót veszi át, kikajón, de hát a ricinus bokor a modern fordításokban kezd elterjedni. Mindenesetre, amit itt maga az Úr mond, az az, hogy, és hát ugye próbáljuk a második mondatot a szónoki kérdés mi voltából visszaváltoztatni egyszerű állítássá. Ugye tulajdonképpen azt mondja, hogy ha érdemes neked bánkódnod egy olyan növény miatt, ami egy éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult, akkor érdemes nekem, vagy hát még mennyivel érdemesebb egy olyan nagy városnak, amelyben több mint 120 ezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal kezek között, és igen sok állat. Ugye ez az a rész, amit Babits aztán gyönyörűen kibont. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támad, s egy másik éjszaka elhervadott, és én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült valafel, és így tovább. Hozzáteszem, hogy Babits azzal, hogy azt mondja, hogy te szánod a tököt, ugye itt kimarad ez a te, azt mondja csak az Úr, hogy bánkódsz emiatt, mert a magyar nyelvben, ahogy a héberben is, a bibliai héberben a ragozott igei állítmányok előtt nem muszáj kitenni a névmást, na de ha ki van téve, akkor az valami sajátosat jelent. És itt az eredetiben éppenséggel ki volt téve, hogy te, azaz atta, amit Babits nagyon jól megérez, tehát itt a Calva-Homer tulajdonképpen kettős, egyrészt azt mondja, hogy hát itt van ez a jelentéktelen növény, ezért is érdemes bánkódni, hát még akkor a nagy Ninivér, másrészt itt vagy te,
kis ember, aki bánkóc, hát még akkor én, aki ugye az Isten vagyok, hogy ne bánkódnék, vagy mennyivel inkább érdemes nekem bánkódni. De lehetne továbbiakat is, ezeket már csak felolvasom. Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, sem eszének járását kibogozni. Hogyan tudnátok akkor ezek alkotóját, az Isten kifürkészni, gondolataiba behatolni és terveit megérteni, mondja az egyszerre szép és bölcs Judit, ugye a Judit könyvében, vagy akár Lukács evangéliumából. Ez képmutatók, vajon nem oldjátok el minnyájan szombaton is az ökröket, vagy a szamaratokat a jászoltól, hogy megitassátok, de Ábrahám leányát, akit immár 18 éve megkötözve tart a sátán, nem kellett feloldani kötelékeitől szombati napon? Ugye ezt is könnyű ebből a színes retorikából kiemelni, ezt Jézus mondja, miután szemére vetik, hogy szombaton a munka szüneti előírás, vagy a munka tilalma ellenére meggyógyított egy meggörbett nyomorék asszonyt, és akkor azt mondja, hogy na de hát, ha az ökröknek és szamaraknak szabad inni adni szombaton, akkor mennyivel inkább, vagy legalább annyira megérdemli egy beteg asszony, hogy szombaton megszegjük érte a munka tilalmát. Tovább lehetne még ilyeneket idézni, de azt hiszem talán innentől már a dolog világos. Hasonlítsuk össze tehát Széchenyi szövegét Vörös Martéval. Először itt ugye ezt vizuálisan próbáltam bevezetni, de hasonlítsuk össze a két szöveget. Ugye nem akarom soha hinni, hogy a hazánkat ébresztő közelebbi kettős szomorú lecke minden haszon nélkül süllyedt volna el az idők tengerébe, s hogy annyi kint epedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura az emberiségre. Ez lehetetlen, mondja Széchenyi. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába nont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért, az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Hadd színezzek megint egy kicsit, ugye, először nézzük meg a hasonlóságokat. Ugye az annyi és a hiába, az teljesen azonos, annyi kint epedést hiába, illetve Vörös Martinál, hogy annyi szív hiába nont a vért, annyi hű kebel. Az annyi természetesen itt azt jelenti, mondanom se kell, hogy olyan sok. Ugye korábban a szózatban egyszer az oly sok és az annyi szinonímaként elő is fordul, de ha nem fordulna elő, akkor is nyilvánvaló volna. Mi az azonban, ami Vörös Martinál hiányzik? Hol van a különbség? Ugye? Bal oldalon a közelebbi kettő szomorú lecke, ez zölddel jelöltem, nem biztos, hogy olyan nagyon szépen elválik. Ez a kettő szomorú lecke a közelmúltban lezajlott kolera járvány és nyomában kitört véres parasztfelkelés. És természetesen Széchenyinél ott van a küldött volna a népek legfőbb ura. Ez Vörös Martinál hiányzik, és itt elkezdhetjük tulajdonképpen már megsejteni azt, hogy Gyulai pontosan úgy értelmezte a szózatnak ezt a részét, ahogy a kortársak értették. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a két szöveg, hogy tudnilik annyi kint epedést hiába küldött volna a népek legfőbb ura, ez azonos azzal, amit Vörös Marti mond. Ma már számunkra nem okvetlenül azonos, mert valahogy elvesztettük a
kapcsolatot ezzel az értelmezésmóddal. Az 1930-as évek óta a szózatot vallásosság, illetve világiasság szempontjából az irodalomtörténészek szembeállítják. A himnusszal azt mondják, hogy a himnusz az vallásos ihletből táplálkozik, a szózat nem. Már itt talán érezhető, hogy én ezzel nem egészen értek egyet. Én úgy érzem, hogy mind a kettőben valamivel vegyül a vallásosság, a szózatban egy kicsit, egy egész picit ma már mélyebbre kell ásnunk, hogy felszínre hozzuk, de ugyanúgy ott van, ahogy a himnuszban. És hát ezen a ponton a szózat 8.-9. verszakát eldönthetjük, hogy világian vagy vallásosan akarjuk értelmezni, mivel nincs benne, hogy az Úr küldte mindezt, kifejezve legalábbis explicit módon nincs benne, megpróbálkozhatunk egy világi logikájú értelmezéssel, ami valahogy úgy hangoznék, hogy kevés szívvére szokott omlani, hiába sok énem, itt nagyon sok ontotta vérét, az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, kevesekben az ész vagy erő vagy szent akarat sorvadozhatna, hiába ezek együtt és sokakban nem. Itt együtt és sokakban egy nemzetben sorvadoznak, az nem lehet, hogy hiába sorvadoznak. Én azt el tudom képzelni, hogy első hallásra ez egy kicsit furcsán hangzik, de azért hadd tegyek hozzá valamit. A 19. századi írók levelezését olvasva nagyon sokszor kapunk hírt egy olyan érzületről, amelynek jegyében valaki mást azzal vigasztal, hogy a rossz dolgoknak most már végük fog szakadni. Mert az nem lehet, hogy örökké mindig egy rossz sorozat tartson. És ezen a ponton, picit félve, itt Lovász elnök úr ugye itt ül az első sorban, és a matematikának a matematika területére, bár ugye volt előadásomnak egy kiváló logikai lektora, ezt a végén majd a fényképét is látni fogjuk, de azért mégis kicsit félve mondom, hogy amire ez a 19. századi érzület hasonlít, és még mielőtt kimondom, hogy mire, még egy példát hadd mondjak, Arany János például Ercsei Sándornak azt írja, akit egymás után egy-két éven belül 3 vagy 4 nagyon súlyos sorscsapás ért, azt mondja, hogy tűrj és legyen erőd ezt elviselni, ennek most már biztosan vége lesz, mert az nem lehet, hogy egy rossz sorozat ne érne véget. Most már véget kell, hogy érjen. Na most egy egész kicsit, bár ez egy, ha tetszik, ez a közérzület, ez a matematika felől vagy a logika felől nézve téves, mert semmi nem garantálja, hogyha valami mondjuk 3-szor, 4-szer, vagy akár 10-szer, akár 100-szor valahogyan egy kétesélyes dolog valahogyan végződött, hogy a következő alkalommal az most már máshogy lesz, erre semmiféle matematikai törvény nem ad garanciát, de mégis létezik a nagy számok törvénye a valószínűség számításban, ami legalábbis annyit mond, hogy ha mondjuk földobunk egy pénzdarabot nagyon-nagyon-nagyon sokszor, azonos módon, úgyhogy a későbbi feldobások semmilyen módon nem befolyásolják a korábbiakat, és viszont, akkor ha nagyon-nagyon sokszor
dobom föl, akkor a fejek és az írások száma megközelítőleg kiegyenlítődik. Tehát van egy bizonyos, kicsit távolról hasonló, exakt kidolgozott képletekben felírható matematikai törvény, ami hasonlít ehhez a nép hiedelemhez vagy közérzülethez, hogyha valami nagyon sokszor valahogyan végződött, rosszul végződött, akkor előbb-utóbb most már jönnie kell a jónak, a jó korszaknak. És hát itt megint hadd támaszkodjam arra, amit az elején mondtam, egy versben nem kell valaminek matematikailag tökéletesen szilárd lábakon állni. Ugye? Tehát lehetne éppenséggel egy világi logikájú értelmezést is adni a szózatnak, ha nagyon akarnánk, én azonban nem akarom nagyon. Én inkább azt mondom, hogy a Calvin-Homer alapján a 8.-9. verszaknak a 19. századi olvasó és hallgató számára egy nagyon, ha nem is okvetlenül tudatosan megfogalmazódó, de nagyon ismerős, valahonnan nagyon ismerős logikai mintája lehetett, egyetlen szív se mondja vérét hiába, tudnélik az Úr által teremtett világban, itt sok szív ontott vért. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért. Tehát ha elhisszük Gyulainak, Széchenyitől megtámogatva, hogy ebben a versben a maga korában beleértették, hogy a dolgok, amik történnek a történelemben, végső soron felülről jönnek, akkor ez a Calvin-Homer érvelés, amely nagyon sokszor előfordul az Ó és Új Szövetségben egyaránt, ez nagyon közel van. Az ész, az erő, a szent akarat kevesekben sem sorvadozik hiába az Úr világába, itt sokakban, egy egész nemzetben sorvadoznak, az nem lehet, hogy hiába sorvadozzanak. Vagyis számomra a két versszak egy nagyobb logikai képletnek a végkövetkeztetése, onnan ismerős, és ha a Calvin-Homer logikán belül kiválasztjuk azt a típust, mert ugye tematikailag nagyon sokféle típus van, meg funkcióját tekintve sokféle típus van, de a Bibliában van egy olyan típusa, amely kifejezetten megnyugtató, erőt adó. Ugye, akkor elkezdjük megérteni, hogy Gyulai miért olvasta sokkal reménykeltőbbnek, sokkal, ugye mi már hosszú idő óta csak a nemzethalált elemezzük, Gyulai számára miért lehetett ez sokkal megnyugtatóbb, mert a Calvin-Homernek a Bibliában van egy megnyugtató, erőt adó változata. Nem, de nem megvehet neki két verebet is egy kis filléren, de mégiscsak egy sem esik azok közül a földre, azt ti mennyei atyátok akaratja nélkül. Néktek pedig fejeteknek hajaszála is, mind számán vagynak. Ne féljetek azért, ti sok verebeknél drágábbak vagytok. Ugye? A fél fillért érő verebecskék sem esnek le az atya akarata nélkül, hát még ti miért félnétek, akik sokkal drágábbak vagytok, vagy szillogizmusként is át lehet írni, a fél fillért érő verebecskék sem esnek le az atya akarata nélkül, ti sokkal többet értek, a ti atyátok annál inkább gondot visel rátok, míg a fejetek hajszálait is számon tartja. Nagyon érdekes, hogy ebben a bibliai részben, ugye ezt maga Jézus mondja, azt mondja, hogy ne féljetek. Ezt kiszíneztem, ne féljetek azért. És 1864-ben, ugye két évvel Gyulai parafrázisa előtt,
Kemény Zsigmond ezt úgy idézi, hogy a görög tragédia szerzőikik nem ismerhették a hegyi prédikáció azon gyönyörű és mélyen megnyugtató sorait, hogy egy veréb fiú se hullhat ki fészkéből a mennyei atya akarata nélkül, stb. Tehát Kemény Zsigmond, mint egy visszaigazolja nagyon szép az évezredeken át, hogy csak ugyan milyen megnyugtató. Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, tehát a Kálva Homer érvelésnek van egy ilyen megnyugtató változata, és ez az érvelés a szózatban, ez teszi, hogy hiába mondja Vörös Marti a végén, hogy vagy egy jobb kor jön el, vagy a nemzet halál, a kortársak számára ez biztatóbb szöveg volt. Csak hogy egy kicsit bizonyítsam, hogy a szózat érvelése milyen közel van Jézuséhoz. Itt a kísérlet kedvéért összevegyítettem a premisszákat. Tehát ha megtartjuk Jézus első premisszáját, és hozzátesszük Vörös Marti második premisszáját, akkor is logikailag egy ilyen varratmentesen össze lehet szőni a szillogizmust. A fél fillért érő verebecskék sem esnek le az atya akarata nélkül. Itt ezer évig sok szív ontott a vérét, és sok kebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Korompai Bertalan, akitől nagy tisztelettel átvettem az ő kutatásának eredményét, hogy tudni Széchenyi Stádium című művében van egy előzménye a szózatnak. Ő még úgy gondolta, hogy Vörös Marti ihlete nem vallásos sugalmazású, mint Kölcseyé. Ezt tőle idézem, ezzel én nem nagyon tudok egyetérteni, de az érdekes az, hogy ő maga is a tanulmány későbbi részében egyszer csak mintha szűknek kezdeni ezt érezni, mert azt mondja Vörös Marti profétai felmagasztosultságban vállalva a nép sorsának irányítását, annak képviseletében veti fel az egész világmindenség előtt a nagy kérdést, mi lesz most már velünk. Hát ha a profétai felmagasztosultságban kifejezést Korompai Bertalan komolyan vette, és én biztos vagyok benne, hogy komolyan vette, akkor itt már érezzük, hogy ki kell ebből a világi értelmezésből, és a vallási ihletet, mint egy föl nem ismerő értelmezésből szabadulnunk, mert a profétai szerep legfontosabb ismérve nem a jövő feltárása, hanem az, hogy a proféta Isten üzenetét vagy szavait közvetíti az ember számára. Valami föntről jön, és a proféta azt közvetíti. Ha a szózatot a profétai szerepmintával akarjuk összefüggésbe hozni, ezt most már 5 perc alatt is el tudom mondani, akkor tulajdonképpen nem kell más tenni, mint hogy visszaemlékszünk a Jónás könyvére, mert hiszen a szózatban a még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán, vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. Ugye naívan azt mondhatnánk, hogy ez nem lehet profétai szerep minta, hiszen miféle proféta az, aki nem tudja megmondani, hogy az Úr mit akar, és mi ez a vagy-vagy. Voltak éppen minden profétai beszéd a mély szerkezetét tekintve ilyen. Mert nézzük csak meg,
hogy Jónás is nem azt mondja a niniveieknek, amit egyébként Babits Mihálynál mond, hogyha nem viselkedtek rendesen, és nem tértek vissza a bűnös útjaitokról, akkor fölégetem a várost, hanem azt mondja, hogy 40 nap múlva végetek van. A niniveiek azonban, akik még egy olyan kultúrában éltek, ahol a prófétai beszédet és annak ki nem mondott részét is érteni lehetett, azt mondták, ugye ott idézem, hogy azért csak kezdjünk el böjtölni, öltsünk zsákruhát, még az állatok is hagyják abba a legelést, ők is öltsen gyászruhát, ki tudja, hát ha az Úr mégis megkegyelmez. Tehát ez a vagy-vagy, a szigorú jövendőlés és a lehetőség kimondva vagy kimondatlanul annak, hogy mégsem úgy lesz, ugye, ahogy a niniveiek mondják, talán visszatért és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának gúsulásától, stb. A vagy-vagy a szózat beszéd mintájában éppen hogy nem a prófétai beszédhelyzet ellen szól. És végül a legutolsó dia, amivel megtámogatom ezt, nagyon érdekes, hogy a történeti etimológiai szótár azt mondja, hogy a szózat szó hangzó beszéd értelemben persze már a Jókai kódexben szerepel, de a Vörösmartias értelemben, mint egy ilyen ünnepélyes, felülről jövő felhívás, intelem, ez a 18. század végi költészetben. Hát pirossal ugye bejelöltem ezeket a nagyon híres részleteket a Bibliából, amelyek mindegyikében, most ezeket nem olvasom föl, aki nem látja itt két oldalt, talán egyet-kettőt felolvasok mégis, mondjuk, és ímé szózat lőn mennyekből mondván, ez az én szerelmes fiam, kiben nékem kedvem tölt. Vagy szózatot hall, amely monda néki, Saule, Saule, miért üldössz engem? Itt a Káldi Bibliából idézek, Vörösmarty kedvéért talán végig innen is kellett volna, de vissza akartam menni más fordításokhoz is. Vagy, és hallék szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés szavát. Amikor ezekben a mondatokban a szózat előfordul, akkor utána szinte mindig a Biblia idézi azt a felülről jövő, ünnepélyes, intelemszerű beszédet, vagyis a szózatnak a korabeli olvasók és hallgatók az akkori Biblia ismeretükkel már a címéből egészen más előérzetet kaptak, és sokkal természetesebb volt számukra eleve úgy olvasni, ahogy Gyulai olvasta, és ennek következtében én úgy érzem, hogy az előadásom őket talán kevésbé lepte volna meg. Itt tulajdonképpen a mondandóm végére értem, de két diát szeretnék még megmutatni. Az egyik köszönet előadásom lektorainak, egyrészt Ráth Balázsnak, a Budapesti Műszaki Egyetem Matematikai Intézetéből, aki a sztohasztika tanszéken, a gyengébbek idegzetűeknek mondom, a sztohasztika, ez a valószínűség számítási tanszék. Tehát ő volt szíves egyrészt kezembe adni vaskos egyetemi tankönyvet ezen a téren, és lektorálni a dolgozatomat. Bányai Viktóriának
az ELTE BTK asszirológiai és hebraisztikai tanszékéről, aki előadásomnak, illetve hát annak a sokkal hosszabb írott változatának bibliai héber vonatkozásait lektorálta, és aki 10 évvel ezelőtt egy nagyon túlkoros diákot vállalt magára ezen a téren, és hát a harmadik kép, akiről talán első pillantásra azt lehet hinni, hogy maga Széchenyi István, de nem, csak Széchenyi monográfusa, Csorba László az ELTE BTK művelődés történeti tanszékéről, aki Széchenyi vonatkozásában lektorálta az írott változatot. És végül a legeslegutolsó díja, itt engedjenek meg egy kicsit megilletődöttebb és személyesebb hangot, ugye az irodalom történészeket, meg általában a tudományos kutatókat, ha a mestereikről kérdezik, akkor mindig az egyetemi tanárok kerülnek szóba. 6 évvel ezelőtt a levelező tagi székfoglalón én is így tettem, de most szeretnék hálás köszönetet mondani első magyar tanáraimnak, Kósa Katalinnak, aki az általános iskola 6. és 7. osztályában 1960-61-ben egy életre meg tudta szeretetni Vörös Marti és Arany költészetét. Ő nem lehet most itt körünkben, de a fia itt van. Jó egészségnek örvend, és nagyon hálás vagyok neki. Illetve Maier Zoltánnak, aki a technikum nehéz körülményei közt 1962-től 66-ig csodálatos irodalom órákat tartott. Maier Zoltán ennek az évnek az elején, 95 éves korában elhunyt, különben egész biztos, hogy itt lenne, így a felesége lehet körünkben. Én ezzel a köszönet szavával szeretném befejezni az előadásomat. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünnepelt kedves Péter! Akadémiánk hagyományai nem teszik lehetővé azt, hogy a székfoglaló előadás kérdésfeltevések vitak kövesse, bármi magával ragadó, bármi csodálatos, bármi gondolatébresztő is volt az előadás. Ugyanakkor most mindannyian átélhetjük azt a rövid, annál szebb és jelentősebb percet, amikor Dávid Házi Péter átveszi azt a dokumentumot, amely igazolja azt, hogy ő immár akadémiának rendes tagja. Íme dokumentum, amelyet ezennel átnyújtok Dávid Házi Péternek. Gratulálok és megköszönöm.